Na, valamiért szétkapcsoltunk az előbb. Fingom sincs, hogy miért, de szóval itt tartottunk. Remélem, hogy fölvette. Na, ez majd kiderül kicsit később, hogy az előző részt fölvettem-e. De ment a számláló, úgy láttam. Remélem, nem bénáztam el. Igen, fogadjunk, hogy nem mersz átmenni a túlpartra. Fogadjunk, hogy papír vagy. Most úgy kéne csinálnod, mint az öreg halász, hogy előtted, magad előtt egy ilyen hosszú botot ledugdosnál. Aha, igen. Nem tudom, hogy a sodrást mennyire. Aha. Na jó, nem baj. Nem megy be Lajos, mert nem... Nem egy akkora úszóbajnok, mint amekkora szeretne lenni. Ugye? Tudok én is, csak egy vízben nem próbáltam. Kaviszat az gyűjtöttem. Majd beépíted valahova. Ja, hazaviszem sorra. Nézd. Itt tudod, itt szokott lenni az emberi gyöpör, a gyerekek szoktak. Tegnap még ennyire se lehetett. Ezt csak mindig abból látjuk, hogy amikor Tahin Tótfaluból a szigetről átmegyünk a hídon a szárazföldre, akkor mi már azért, mivel ott élünk hosszú évek óta, így azért látjuk a Duna vízállásából és a tájnak a kialakításából, hogy ha ott akkora, akkor itt mekkora lehet közben, meg amúgy átlagosan, tehát így az ember. Ezek már ilyen rutin gondolatok. Na, közben itten fotózás van. Aha, mert ezt megmutatva. Itt a sodrás egy ilyen bunkiszerűséget össze mókolt. Na, van itt tüzelő, hogyha valaki akar bográcsozni. Ja. Amikor csak a Lajosnak a feje látszik, mert a fél feje nem látszik, akkor az azért van, mert vannak körülöttünk mások is, és azokat nem akarnám fölvenni az engedélyük nélkül. De így ilyen romantikus, ahogy áll a Lajos a Dunaparton, és akkor a háttérben a lemenő nap, ahogy a vizen izé játszik. Ha? De a lemenő napnak itt látod a izéjét még a vizen, látod? Jó, most itt megint valakik mellett megyünk el, úgyhogy nem. Bár erre is mehetünk, nem? Nem baj. Nem, ja. Na mindegy, azért a... Aha. Igen, ott megnézzük a szigetet. Ahhoz képest, hogy itt vagyunk a Dunaparton, azért annyira túl sok szúnyog nincsen, mint amennyit gondoltam, hogy lesz. Látod, Lajos, tudod, mit rontottunk el? Majd legközelebb olyat kéne csinálni, mert itt most erről jutott eszembe a tábortűzhelyről, hogy kellett volna vacsorát hozni és itt megenni, és sütögetni szalonkát. Vagy húsikát, vagy valami csodát, vagy pépicombot. Igen, és... hát majd legközelebb.
Lehet, hogy. Ja. Jövő héten innen lehetne nézni a tűzi játékot, valamelyik nap lesz Visegrádon. Megint. Mikor voltunk? Tavaly előtt voltunk. Ja, ez egy szopattyú hely lesz, Lajos. Biztos, hogy te itt át akarsz menni? Tuti? Na figyelj, a kamerásodnak segítened kéne. Fölhúzom a gatyám szárát. És akkor, mert ha én most, hát nem tudom, hogy hova léptem, várjál, megmutatom, így, akar. Akar, fejre vigyázz. Jó. No. Szóval ilyen susnya. Meg aztán az, hogy bárhol lehet az egy Magyarországi Magyarországon egy üvegszilánkot, sörös üveget, meg mindent bele trappaló az ember egy ilyen gödör miatt. Elég komoly bajokat tudok hozni. Ott is fő a vacsora, bográcsba. Ja nem fő, ez már megfőtt. Csináltak itt egy jobbofa hintát, ezt érdemes megnézni. Tehát így aki ide jön, azért föltalálják magukat. Jobbofa dolgokat lehet itt látni, csak akarni kell. Márpedig azért a kempingezős emberek, akik ide jönnek, azok természetkedvelők, igen, közben a kacsák nekiindultak. Kis kacsa fürdi. Igen, ahol a visegrádi várat mutattam a videóba, ott az a kis Duna volt. Ez a pedig a Nagy Dunaág, ugye Tahitót, mert a sziget csúcs az ugye ketté ágazik a Kis Dunára és a Nagy Dunára. Igen, szembe velünk milyen település van? Verőce? Nagymaros. Nem, az talán Verőce. És akkor ott, mert ugye a Visegrádnál lehet a Nagymarosra átmenni a kompal. Ja. Na, szégyen, ha nem tudom. De lehet, hogy... Na mindegy, ha hülyeséget mondtam, és valaki ezt rajta kapott, akkor javítson ki bátran, hogy ne vezessek félre senkit. A felhőket is így el lehet nézegetni, én mondjuk szeretem nézegetni, csak így mutatom érdekességképpen. Ja. Tehát ez egy ilyen kis nyugis hely. Nekem. Nekem hideg, mert én egy ilyen izé vagyok. Nyámnyila. A vízben ez nekem ilyen nyámnyilaságot okozó történet van, pedig nagyon szeretem a vizet. Szóval, most egy kicsit lekapcsolom, vagy ha akarsz videózni, akkor videózzál. Most... Cigi szünetet tartok, meg még egy kicsit így révülgetek. Sziasztok!